Köszöntöm kedves nézőinket! Önök Fogadó Óra című magazin műsorunkat látják. Június 15-én lakossági fórumot tartottak a védett épületekről és műtárgyakról. Erről beszélgetünk mai adásunkban. Mai vendégemet köszöntöm a stúdióban, Budakalász főépítészét, Kálmán Kingát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Fontos talán megemlíteni, hogy a lakossági fórumnak azért volt egy olyan előzménye, hogy még április hónapban a város értékkataszteréről kidolgoztak egy pontosítást, illetve egy dokumentumot. Erről az előzményről picit meséljen kérem, hogy el tudjuk helyezni, hogy a mostani lakossági fórum aztán mivel tudott foglalkozni. Hát akkor először talán elmondanám, hogy mi is ez az értékkataszter. Az egy leltár. Az értékekről szóló leltár, ami utoljára Budakalászon 2005-ben készült el. És most valójában nem is annyira pontosítás, hanem egy vadonatúj értékleltár készült, amelyikben minden egyes védendő értékről egy lap, egy önálló lap készül, amelyiknek megvan a maga belső szerkezete, amelyiken belül elhelyezzük arra az épületre vagy védendő értékre vonatkozó információkat. Ez természetesen a helyrezi szám, az azonosíthatóság kedvére a cím, de mindenképp hozzátartozik egy fénykép, és egy olyan leírás, amelyik az értékeket veszi számba, tehát ami leírja, hogy annak az adott elemnek mik az értékes, vagy a védelemre okot adó részei, amiket szeretnénk, hogy megmaradjanak, hogy továbbra is képviseljék ezeket a hagyományos építési megoldásokat, amiket a védett értékek tartalmaznak. Ténylegesen ez a cél, hogy ezekre az értéklapokra végül is védelem épüljön, és a városban ezeknek a megtartását ilyen módon is elősegítsük. A 2005-ben készült értékkataszter 249 adatlapot tartalmazott, de ezek olyan adatlapok voltak, amelyek sok esetben az épületet és a hozzátartozó kerítést is egy adatlapon rögzítették. A most készült értékkataszterben azonban szétválasztottuk azokat az elemeket, amelyek nem egybeépített védendő értékek, és létrejött egy új védettségi kategória, a védett műtárgy kategóriája. Ez az elnevezés tulajdonképpen az építési törvénynek a fogalom rendszerére alapul, amelyik szerint az építmény az egy gyűjtő fogalom, és az építményen belül két ág van, az épület és a műtárgy. Itt tehát nem ilyen műkincs műtárgyakra kell gondolni, hanem minden olyan építményre, ami nem minősül épületnek, azt műtárgynak nevezzük. Ilyenek a hidak, a kerítések, a kutak, ezek tehát nem épületek, és így az építési törvény fogalom meghatározása alapján műtárgyként nevezzük meg őket. Most ez így azért lényeges, mert az épületet, meg a kerítést, vagy egy kutat, azt külön is tudunk így védeni, és nem feltétlenül van összeragasztva azzal az épülettel, ami a telken áll. És így létrejöttek új adatlapok is, amelyek már így a kerítéseket külön mutatják be. Na most ennek az lett az eredménye, hogy még több értéklapunk, adatlapunk jött létre, tehát összesen 298 új adatlap készült. Ez mindenféleképp megismétli a már eddig védettek közül azokat, amelyeket az értékkataszter készítő szakemberek erre érdemesnek tartottak. Ez nagyon fontos, mert tulajdonképpen a 2005 óta újra felül nem vizsgált kataszterben nagyon sok olyan elem is volt, amelyik már nem őrizte meg az eredeti védelemre okot adó elemeit vagy értékeit. Például kicserélték az ablakokat olyannyira, hogy maga a nyílás is teljesen megváltozott, vagy lebontották a tetőt és valami teljesen mással helyettesítették. Sok esetben a vakolatdíszek is eltűntek, olyan is előfordul, hogy mellé építettek, hozzábővítettek úgy, hogy már fölismerhetetlenné vált az eredeti értékes kis épület. Hát az ilyen esetekben megszűnik a védelem, tehát az értékkataszter ilyen módon javaslatot tesz arra, hogy mi az, ami továbbra is védett legyen, és mi az, ami most már nem lesz továbbra védett. Ilyen esetek... Most keresem gyorsan igen, a számot. Számok szintjén lehet értesülni egyébként Budakalászváros hivatalos oldalán is, hogy 187 elem megmaradt a besorolásában, viszont 20-at átsoroltak. Ez mit jelent egyébként, hogy megvan jelölve
érték 2 és érték 1-es kategória. Ezek mit takarnak, ezek a kategóriák? Alapvetően arra épülnek, hogy most van egy településképi rendeletünk, amelyik tartalmazza a védelemre vonatkozó előírásokat. És az értékkataszter, amelyik tartalmazza ezeket a lapokat, minden egyes védett értékről, ott azt is meg kell jeleníteni, hogy milyen típusú védelem az, ami vonatkozzon rá. Budakalászon kétféle helyi védettségi kategória van, illetve a műtárgyal együtt akkor így most már 3, de az épületek körében 2 van, az 1-es és a 2-es kategória. Az 1-es az, amelyik egy komolyabb védelmet jelent, ott csak a felújítás jön számításra, és mindenféleképpen az eredeti állapot irányába kell mozdulni a felújításnak. A 2-es kategória az egy olyan védelem, amelyiket inkább karakterhordozónak lehet nevezni. Magát az elnevezést is tulajdonképpen most vezette be az értékkataszter, és nem arról beszél, hogy az épületnek védett elemei vannak, hanem karakterhordozó elemei vannak. Természetesen a szabályok némiképp védettként kezelik ezt is, hiszen azt mondják, hogy ezeket a karakterhordozó elemeket, ahol lehet, meg kell őrizni, vagy vissza kell állítani, de egészében véve a 2-es kategóriás védett épületek akár le is bonthatók, és az újjáépítésük során a karakterhordozó elemeknek megfelelő új építési megoldásokat kell alkalmazni. Ez tehát jelenti a tömegformát, az épület elhelyezkedését a telken belül, főleg az utcai homlokzaton a nyílásrendet, hogyha korábbi épületen volt valamilyen vakolatdísz vagy egyéb díszítés, akkor azt örülünk, hogyha valamilyen szinten újra meg lehet jeleníteni. Szín és anyaghasználat is ebbe a körbe tartozik. Például ezekben az esetekben, de úgy általában a városban is nem nagyon kedveljük mondjuk a fényesre csiszolt márványkő burkolatot az utcai homlokzaton, hanem ehelyett egy vakolatot vagy valami faburkolatrészt, kő és természetes kő és téglaburkolat az, amit szintén nagyon támogatunk, mert az a korábbi építési szokásokkal összhangban van. Illetve azt is írja ez a részletezés, hogy 85 új adatlap került ezek szerint kidolgozásra. Ebből egyébként 33 már védettre vonatkozik, és akkor így ezáltal a kerítés és a műtárgy lesz hozzá csatolva. Így van, igen, de teljesen új védettségek is születtek, tehát olyan építményeknek a védelmére is javaslatot tettek a szakértők, amelyek korábban nem voltak védettek. És egy jó néhány pedig kikerült a védettség köréből, ahogy említettem, olyanok, amelyek már elvesztették az értékeiket. Még ez 48 esetben, hogyha jól olvastam a részletezés kapcsán, hogy a helyi védelem megszüntetésére volt szükség, de erre javaslatot is lehetett tenni. Hát a lakosság részéről érkezhetett be ilyen javaslat, bár nem nagyon. Azt hiszem egy eset jut most eszembe, hogy valaki ezt kérte, de úgy remélem, hogy ott sikerült meggyőznöm arról, hogy ne kérje ezt a védelem elvonást, mert az ő épülete még olyan, amit nagyon érdemes védeni, viszont azzal tudtam őt bíztatni, és mindenki mást is, akinek védett épülete van, helyi védelem alatt álló épülete, hogy az önkormányzat minden évben meghirdet egy értékvédelmi pályázatot, ami homlokzatfelújításra vonatkozik, tehát a védett épületnek kifejezetten az utcai homlokzatára, ahol nyílászárócsere, vakolatfelújítás, akár egyébként a tetőfelújítás is ide tartozhat, kerülhet bele a pályázati anyagba, és a nyertes pályázók pénzt tudnak elnyerni erre. Ezek nem hatalmas nagy összegek, de úgy gondoljuk, hogy mindenféleképpen besegítenek egy ilyen műveletbe, egy ilyen feladatba, egy ilyen építési munkába. Nem gondolom azt, hogy a védett épületek felújítása egyébként drágább lenne, mert nincsenek olyan megkötések, sőt, éppen, hogy az egyszerűbb anyagok szerepelnek ezeknél a védett épületeknél, de azt gondoljuk, hogy ezzel a pályázattal mégiscsak segítséget tudunk nyújtani, vagy büszkébbek lehetnek az emberek rá, hogy nekik védett épületük van.
Tehát érdemes figyelni ezt a tájékoztatást, amikor ilyenfajta lakossági fórumot tartják, illetve hát kikérik a lakosság véleményét, mert ehhez is kapcsolódott egy ilyen fórum, hogy lehetett erről szavazni akár honlapon keresztül, akár e-mailen keresztül, tehát erre megvan a lehetőség. És hát ezek szerint akkor fix arculati elemei vannak az adatlapoknak, tehát ezáltal áttekinthető, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni. Igen, áttekinthető, ami egyébként nem minden épületnél ugyanaz. És ennek az értékkatasztárnak pont ez is az egyik lényege, hogy a szakértők javaslatot tesznek rá, hogy melyik épületen milyen, nem csak hogy milyen felújítási munkát érdemes elvégezni, hanem melyek azok az elemek, amiket vissza lehetne állítani. Ilyen például nagyon gyakori, hogy az utcai oromfalas homlokzaton korábban egy vagy két álló téglalap ablak volt, ezt szerintem mindenki el tudja képzelni, hogy mindenki számára ismerős, hogy ezek a régi kis parasztház jellegű épületek ilyenek voltak, és nagyon sok esetben a múlt század második felében ezeket átalakították, elbontották a két ablakot, vagy kiszélesítették az egyet, és ilyen háromosztatú fekvő téglalaparányú nyílást nyitottak, azzal, hogy több fény jusson be az épületbe. De nem gondolom azt, hogy ezzel sokkal előbbre léptek, viszont az épület elvesztette a karakterét. Ahol például csak egy ablak volt, ott most nem kötelező egyet visszaállítani, hiszen nem is biztos, hogy tudjuk, hogy egy ablak volt azon az épületen. Nyugodtan lehet kettőt, de annak álló téglalaparányúnak kell lennie, és jól kell illeszkednie az épületnek a homlokzati arányrendszeréhez. Vagy a másik ilyen változás, ami nagyon gyakran előfordul, és a visszaállítására javaslatot tesznek a tervezők, hogy a korábban kontyolt, vagy a korábban oromfalas épület, aminek ilyen egyszerű nyeregtetője volt, tehát egy gerinc és az utcán oromfal, ezeknél gyakran előfordul, hogy valami miatt lekontyolták a tetőt, és elveszítette az épület az oromfalát. Ez nagyon nagy beavatkozás a tömeg arányaiba, és nagyon nagy beavatkozás az utcaképbe. Úgyhogy ezeken a helyeken az általános ajánlás az, hogy épüljön vissza az oromfal. Ez egyébként egy tetőtérbeépítés esetén nagyon nagy előnyt jelent, ott akár lehet még egy ablakot nyitni, mert hát nagyobb lesz a tetőtérnek a légtere. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, amit valaki előnyösen tud kihasználni. Illetve még a részletezésben az is olvasható, hogy 4 műemlék került akkor regisztrációra, illetve az értékkataszterben foglalásra, részletezésre. Erről mit tudhatunk? Igen, Budakalászon 4 műemlék van. A szerb ortodox templom, a mögötte lévő kereszt a Petőfi Sándor utcában, vagy a Petőfi téren, az ortodox temető, és a negyedik pedig a Lupa-szigeten egy villa. Nem nagyon nagy gazdagság ez, tehát sok településnek ennél sokkal több műemléke van, de mi ezt a 4-et nagyon szeretnénk megbecsülni, és úgy gondoltuk, hogy egy értékleltár nem kötelezően csak a helyi védett elemekről szól, legalább tájékoztatás szintjén jelenjen meg az is, hogy van ez a 4 műemlékünk, és hogy ezek micsodák. Ezekhez országos előírások tartoznak, tehát mi helyben nem tudjuk befolyásolni a velük kapcsolatos feladatokat, de azt, hogy a kataszterben legalább be legyenek mutatva, azt fontosnak tartottuk. És ezen kívül még 2 érdekes új adatlap készült, amelyik a területi védelmeket mutatják be. Budakalászon 2 olyan terület van, ami különös védelmet kap, és nem az egyes épületekre vonatkozó védelem ez, hanem a területnek egy sajátos védelme. Ilyen az Ófalunak a területe, ahol a telekszerkezet, az utcahálózat és az épületek elhelyezkedése a védett elemek, tehát amiket nem szeretnénk, hogy alapjaiban megváltozzon. A másik ilyen védett terület pedig a Lupa-sziget ugyanezzel a szempontrendszerrel, hiszen a Lupa-szigeten egy nagyon sajátos telekstruktúra van, aminek a megváltoztatása, mondjuk ha valaki fölvásárolna egyszerre 10 telket és teljesen más módon beépíteni, az nem lenne kívánatos. Illetve a településképi rendeletről is fontos lenne beszélni, hiszen ezek az intézkedések maguk után vontak bizonyos módosításokat. Milyen eredménye született a településképi rendelet pontosításának? A településképi rendelet az, amelyik végül jogszabályi szinten
tartalmazza, rögzíti azt, hogy mik a helyi védelmek. Tehát amit az értékkataszter készítői megállapítottak, hogy bizonyos védettségek megszűnnek, más új védettségek keletkeznek, azokat a településképi rendeletnek egy táblázatos mellékletében ugye át kell vezetni, tehát a pontos új helyrajzi számos listát meg kell adni. De az új védelmi kategória, a védett műtárgy kategória bevezetésével az arra vonatkozó előírásokat is be kellett iktatni a rendeletbe. Így, hogy a rendelethez hozzá kellett nyúlni, ugye egy rendelet módosítás az azért mindig egyfajta szakmai odafigyelést kíván, meg az egész városvezetés számára munkát jelent. Tehát, hogyha már hozzányúlunk egy rendelethez, azt is megnéztük, hogy van-e más módosítási igény is. A most hatályos településképi rendelet egy körülbelül másfél évvel ezelőtt került elfogadásra egy vadonatúj településképi rendeletként, és ennek a használata során ugye másfél év alatt azért fölmerültek olyan igények, hogy valamilyen megfogalmazást pontosítani kell, meg befutnak olyan egyedi ügyek, amiket a rendelet alkotásakor még nem lehetett gondolni, hogy olyan speciális igény lesz, amiről a rendelet nem rendelkezik, vagy nem ad rá szabályt, vagy olyan szabályt ad, ami nem teszi lehetővé a jó megoldást. Úgyhogy ezeket mi egész idő alatt gyűjtögettük, és ezután is fogjuk gyűjtögetni, ez egy ilyen folyamatos munka, mindig figyeljük, hogy a helyi építési szabályzat esetében is, meg a településképi rendelet esetében is, hogy kellene úgy szabályozni, hogy igazán életképes legyen, és az észszerű igényeknek megfelelő keretet adjon. Úgyhogy ezeket is összegyűjtöttük, és akkor így most egyszerre készül el ez a módosítás. Azért fontos ez, ezt is valószínű, hogy nagyon sokan nem tudják, de a helyi építési szabályzat és a településképi rendelet, valamint ezen kívül még a természetvédelmi rendelet olyan, hogy véleményezési eljáráshoz van kötve. Egyébként a rendeleteket az önkormányzat belkörüleg hozza, alkotja meg és hozza létre, és utána módosítgatja az igények szerint. De ez említett három rendelet esetében törvényi szinten van szabályozva, hogy véleményezési eljáráshoz van kötve, amelyik véleményezés két területen érvényes. Egyrészt a település lakóival egyeztetni kell, ismertetni kell előre már a tervezetet, és megismerni az ő véleményüket, és amennyiben olyan vélemény érkezik be, ami fontos új szempontot hoz, akkor azt bele is szoktuk vezetni a módosításba vagy a rendeletbe. A másik véleményezési terület pedig az államigazgatási szervek területén mozog. A helyi építési szabályzat esetében ez több mint 20 véleményező államigazgatási szervet jelent, de a településképi rendeletnél ez csak 6 vagy 8 véleményező, az szerint, hogy kik hogyan érintettek, de az ő véleményüket ki kell kérni a módosítás elfogadása előtt. Úgyhogy erre van létrehozott egy online egyeztetési felületet a Lechner Tudás Központ, ahova föl kell tölteni az ilyen tervezeteket, és a beérkező vélemények alapján, amennyiben azok jogszabályra hivatkoznak, még javítani is kell. Most ezen a véleményezésen egyébként a településképi rendelet módosításával kapcsolatban éppen túl vagyunk. A lakossági fórumon vagy az azt követő véleményezési időszakban nem érkezett be a lakosság részéről írásbeli észrevétel, és a véleményező államigazgatási szervek sem fogalmaztak meg kifogást, úgyhogy ez a módosítás tervezet most már képviselőtestület elé kerül, és ezen a héten várhatólag el is fogja fogadni a képviselőtestület. Honnan lehet értesülni, tájékozódni a legutóbbi védett épületeket és műtárgyakat érintő lakossági fórumnak az eredményeiről? Tehát, hogyha valaki szeretne akár erről a rendelet módosításról értesülni, akár pedig az adatlapokról, milyen módon tudja megtenni? Hát magáról a fórumról ugye mindig közé teszünk hirdetményt, de ha valaki nem jött el a fórumra, még azért abból a szempontból nem késett el, hogy még lehet tanulmányozni, sőt, folyamatosan lehet tanulmányozni ezeket az anyagokat, csak most már új véleményt nem tudunk befogadni. De maga az értékkataszter és most a héten elfogadandó településképi rendelet is megtalálható a honlapon. A főépítési ügyek címszó alatt elég sokat kell lefelé tekerni, mert sok anyagot tartalmaz ez a
ez a címszó, de ott megtalálhatók a hatályos rendeletek, és az értékkataszter is megtalálható lesz. Abban lehet lapozgatni, nézegetni a szép képeket, amik ezekről a védett épületekről készültek. Nagyon szépen köszönöm Önnek a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!